Kassa Csongor Újvidékről indult. Ha mintegy 2000 kilométeres távot Párizsig 20 nap alatt tette meg. A nyugat-európai rossz időjárási viszonyok azonban sokszor kihívás elé állították a kerékpárost. Ezért többször is kénytelen volt vonatra szállni, hogy megvédje egészségét, és nem utolsó sorban biciklije épségét. Igazából 2 éve kerékpározom, és amikor megvettem ezt a zöld sárkányt, és nagyon megtetszett az, hogy akár hosszabb távokat is meg lehet tenni, nem csak városon belül, hanem akár 30-40-50 kilométert is meg lehet tenni, és idővel mindig tágítani próbáltam a határaimat. Ez odáig fajult, hogy tavaly elutaztam Csángóföldre kerékpárral, amit 8 nap alatt tettem meg. Idén télen pedig nagy elhatározás volt az, hogy megpróbáljak eljutni Párizsi kerékpárral, és hát örömmel tudatom, hogy ez sikerült. Wow, 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 micsoda fékezés, hölgyeim és uraim! Az útra elsősorban mentálisan kellett felkészülnie, meséli Csongor. Decemberben viszont elkezdte a fizikai edzéseket is, hiszen már a táskája is 30-35 kilót nyomott. Utazása során erőt adott neki az egyik legnépszerűbb közösségi portálon indított oldala, ahol folyamatosan támogatták ismerősei és barátai. Kalandutazásáról még csak nemrég érkezett vissza, az utcán azonban már is megállítják, hogy gratuláljanak az elszánt világjárónak. Csongor elmondta, a jövőben is tervez hasonló körutazásokat, részleteket azonban még nem akart elárulni.